Sziasztok! Üdvözlök titeket a csatornámon! Ebben a videóban egy központi kérdés lesz a vágyak lovagja, tehát egy férfi, aki szeretné a vágyait megélni, és hogyha te nő vagy, akkor gondolj egy ilyen férfira, aki veled szeretné megélni a vágyait. Tehát ez jött ki, ez a központi kérdés. Ez egyébként a vágyaink felé elindulást is jelzi, tehát hogy a férfi energia végre elindul a vágyai felé és megteremti. Az első szinten azt mondja nekünk a lap, de már megint előre rohanok, tehát először is, hogy mi köt titeket össze. Először is, hogy a férfi itt az idő, eljött az idő, hogy a férfi oldal szeretné megélni az érzelmes oldalát, végre szeretne érzelmileg megérkezni, éretté válni egy tartós kötődésre. És akkor most mondom, hogy amit mutattok egymás felé, az a szint, amit tudtok kommunikálni egymással, azon a szinten a férfi oldalnak ez egy beavatás. Tehát, hogy most jön az, amikor beleáll abba, hogy ne megnézi, hogy mi az, amit tanít ez a kapcsolat számára, mi az, amiben ő tud ebből építkezni, hogyan kötődik össze a testi és a szellemi oldala a kapcsolatok által. Tehát, hogy most az előző év energia egyébként ez volt a 2021-es év energiája, tehát most van az, hogy ő hagyja, és ezt mondja is, hogy tanítsa őt ez a kapcsolat. A női oldalnál pedig a siker az, ami, tehát hogy a női oldal végre egy sikeres dolgot él meg, tehát hogy sikernek élni meg ezt a kapcsolatot most jelen pillanatban, és úgy érzi, hogy végre sinem van, és hogy igazából már nem kell semmi más tennie, csak egyensúlyba tartani a gondolatait. És az igazából így is van, mert hogy a hetes számú főárkánum az általában pont, hogy a hetedik nap a teremtésben a megpihenés és az öröm érzése a fontos. Tehát a nő érzi, érti, tudja, hogy most az a feladata, hogy minél jobban érezze magát ebben a szituációban, ami most itt történik, mert hogyha nem tud ebbe bele nyugodni, bele simulni, akkor kizökkenhet ebből a teremtés utolsó fázisából, és akkor már a 8-as, 9-es szakasz, a bőség és a megérkezés szakasza úgymond szabotálódik. Tehát most nagyon fontos, hogy a gondolatok egyensúlyban tartásával a női energia meg tudjon érkezni, és ezt tudja is a női energia. Nos, a második szinten van a tudatos dolgok szintje, amikor már úgy nagyjából feljöttek a tudattalamból azok a tartalmak, amikkel foglalkozni kell, de még nem tudjátok kikommunikálni, vagy nem jól kommunikáljátok ki. Tehát ti értitek, ti tudjátok, hogy miről van szó, de az adott illető a férfi és a női oldal még nem tudja ezt kikommunikálni a másik felé. Szóval a férfi oldalnál azt látom, hogy itt van egy intuitív megértés. Tehát, hogy valamit most nagyon megértett, valami ez olyan villámcsapásként jött egy nagy felismerés számára, és ezt követi, vagy követte, tehát hogy ez nem tudni, hogy már megtörtént, vagy most a közeljövőben meg fog-e történni, egy tisztázó beszélgetés. De mivel itt csak a tudatában van, ez lehet, hogy még csak meg fog történni. Egy olyan tisztázó beszélgetés, ahol megpróbálja az ő megértését igazolni. Úgyhogy itt igazából érdemes hagyni, hogy a férfi a saját kérdéseire a lehető legjobb válaszokat találja meg, és feltehesse ezeket a kérdéseket. És megválaszolva legyenek teljesen őszintén és tisztán, tehát amit itt most megértett, azt tudja kommunikálni a női oldallal. A női oldal azt érzi tudatos szinten, hogy ő most a gondolatai szintjén megkötözve érzi magát, tehát ő logikus, egós szinten, logikus, racionális gondolkodással nem talál ebből kiutat. Tehát, hogyha a férfi nem vezeti ki innen,
akkor a nő tudja, hogy ez ennek így annyi. Tehát, hogy a férfinél van most igazából a labda, de soha nem, ha te nő vagy, akkor soha nem kell úgymond megvárnod, hogy a másik cselekedjen. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy neked cselekedned kell saját magadért, akkor nyugodtan cselekedjél saját magadért. Lehet, hogy most nem a kapcsolat akkor számodra a prioritás, lehet, hogy itt most csak ebből tudtad megtenni, amit lehetett. De az, arra mindig van lehetőségünk és eszközünk, hogy spirituálisan legyünk egy fejlettebb szinten, tehát mondjuk elvonuljunk meditálni, foglalkozzunk magunkkal, a saját jó érzéseinkkel, ugye itt nagyon fontos, a saját jó érzéseinkkel, tényleg ezt a bevávozódott, megkötözött állapotot, ezt egyfajta magasabb szintű megismerésre, megértésre érdemes felhasználni, tehát hogy ez a gondolat kötözöttség, ez jó is valamilyen szinten, hiszen most van lehetőségünk arra, hogy eljutottunk úgymond a gödör aljára, és egy hatalmas felrugaszkodással, egy belső átalakulással tényleg kitörjünk itt a mélyből, úgymond ebből a megkötözött szituációból. Na, és akkor nézzük, hogy a tudat alatti szinten mi van, tehát ami nem jött még fel. Vagy csak így nagyon-nagyon kapargatódik még, tehát hogy még tehát nem tudatosodott bennünk még ez a lényeg, legfeljebb csak úgy csepegnek ezek az információk felénk. A férfi oldalnál itt ez a teljes a vágyainak a rászakadása, rá telepedése, tehát hogy annyi mindenre vágyott, és most már igazából már túl sok neki. Tehát, hogy szinte mindent megkapott, amit szeretett volna, és hogy ez már túl sok neki, és most van az, amikor el kell engednie bizonyos dolgokat, és remélhetőleg ez nem te leszel, hiszen itt megértései vannak ennek a férfinak. A női oldalnál itt az anyagi szint, tehát az anyagi világban lévő szövetség, kötés, az olyan fajta szövetségek, amik inkább ilyen, hát, érdek, üzleti alapon történik, de hogy igazából itt nem arról van szó, hogy bárkit is kihasználnak, vagy ilyesmi, hanem hogy egy olyan szövetség, ami a materiális világban is tökéletes. Tehát mondjuk eddig volt köztetek egy lelki kötelék, és most itt van a lehetőség annak, hogy ez materializálódjon, és ez a férfi megérkezzen ebbe az energiába. Összességében a férfi energiára pontosan a siker útban lévése jött ki, tehát a férfi oldal ehhez a kapcsolathoz most jelenleg úgy áll hozzá, hogy most hinem van. Pontosan ez jött ki, ez a hetes lap, hogy már nem foglalkozik a körülményekkel, már csak teljesen erre a kapcsolatra fókuszál, és most már mindent beletesz, és megnézi, hogy mi van ebben a kapcsolatban benne, mi az, amit ez a kapcsolat neki akar tanítani. A női energiának a remete jött ki, mint fő energia, ezt egy jelzi is itt a tudatos szinten, hogy most igazából ő ezzel a kapcsolattal, ő már nem tud mit kezdeni, hiszen aztán már mindent megtett, vagy belülről kell valami változást elérnie, tehát most már cselekvésen nem tud mit tenni cselekvéssel, racionalitással, nem tud mit lépni olyan szinten, és ez igazából egy felszabadító érzés, hogy most már igazából mindent megtett. Tehát racionális szinten elérkezett a végponthoz, most már a lelkének, a spirituális részének kell dolgoznia, amit a férfi érzékel. Ez a lap azt jelenti, hogy nekem, hogy én a bölcsesség útján járok, tehát hogy én minden állapotomban bölcs vagyok, és a bölcsesség botjára támaszkodva, tehát a tapasztalati tudás botjára támaszkodva, járom az utamat, és kezemben a lámpás, amire nincsen szükségem, tehát, hogy igazából már megkaphatnék mindent, amire vágyom, de hogy igazából már nincs is rá olyan szinten szükségem, és pont ettől fogom megkapni, tehát, hogy igazából itt pont kicsit azt mutatja ez a lap, hogy már inkább a férfi energiának van idézőjelesen szüksége a női energiájára, és nem fordítva.
az összes energia, tehát hogy maga a kapcsolatnak a fő jellegére a szeretők lapja jött ki. Összességében tehát, hogy igazából ez a kapcsolat most a mennyei korszakát éri, és tehát, hogy most fölfelé tör. Itt azt kell tudni, hogy a férfi és a női energia ugye az Édenkertben elindul a biztonságos, gondoskodó isteni közegből, elindul egymás felé, együtt ugye egy hegyet össze tudnak hordani a közös teremtésük által, és mind a kettőjük az önmagukat éli meg, az önmaguk legjobb teremtését, tehát hogy teljesen önkiteljesedésben vannak ebben a kapcsolatban. Itt ugye a férfi energiáról azt kell tudni, hogy ő az élettelen élőt lobbantja lángra, tehát ugye a tüzességet lobbantja lángra. Tehát a férfi az, aki az élettelen értékeket hozza létre, a nő pedig az élő értékeket hozza létre, és ebbe beletartozik a kígyó, mint az élet energia, ami ugye hát fizikailag is el lehet képzelni, hogy a gyökér csakránktól a harmadik szem csakránkig, tehát mint egy energia áram megy belénk, tehát hogy a női energia teremti ilyen szempontból a valóságunkat, és minden életet a női energiánk, a női lélek oldalunk teremti belénk. Tehát, hogy igazából a szeretők lapja az azt jelenti, hogy egységben kiteljesedem, és hogyha van úgymond értelme ennek a földi létnek, akkor pont ennek a kiteljesedő hogy mondjam, kötődésben szabad energiának a megélése. Úgyhogy igazából ennek a kapcsolatnak most azt gondolom, hogy egy igen határozott fellendülő szakasza van, még hogyha nem is olyan nagyon erőteljes ez a fellendülő szakasz, de egy nagyon határozott növekedő tendenciát mutat, és igen, tehát hogy ezzel azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szoros kötelék van most jelen pillanatban a nő és a férfi oldal között. Ne felejtjétek, hogy ez egy kollektív kirakás, ne felejtjétek, hogy ha személyes elemzést szeretnétek, akkor megtaláljátok az elérhetőségeimet a leírásban. Remélem tudtam valamit segíteni ezzel is. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!